Egyszerűen ez a nagy ukrán élelmiszeripari cégeknek, amelyek jelentős része nem is ukrán, hanem sokak például amerikaiak, így könnyebben piachoz jutottak. Tehát amerikai cégek szereztek piacot maguknak. Lényegében erről van szó, igen. És hát már akkor, amikor ezeket a szabályokat elkezdték enyhíteni, akkor sokan felvetették a médiában, hogy itt valójában nem Ukrajna támogatásáról van szó, hanem nagyvállalatok, részben amerikai nagyvállalatok támogatásáról.